A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 21. fórumát tartották Kolozsváron, amelyen ezúttal is térségünk tudományos életének képviselői mutatták be munkájukat és annak eredményét. A nyitó ünnepségen a szervező Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke Bitay Enikő elmondta, érdemes volt 23 évvel ezelőtt a Magyar Tudományos Akadémia ünnepét régiónkra is kiterjeszteni. A fórum egyik kezdő mozzanata volt a Gróf Mikó Imre emléklapok kiosztása oktatóknak, kutatóknak és olyan személyiségeknek, akik munkájuk révén az erdélyi tudományos életet mozdítják elő vagy támogatják. 21 éve a Magyar Tudomány Napja Erdélyben címszóval megy ez a fórum. Évről évről ez kiszélesedett, több szakterület bekapcsolódott, több helyen vagyunk, például az idén is a 16 rendezvényből, noha 9 Kolozsvárt van, de más településeken, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Temesvár, Nagyvárad. 244 szerző, 154 előadása hangzott el a fórumokon. Ugyanakkor továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a Magyar Tudományos Akadémiával való kapcsolattartása is. A nyitógála egyik előadója volt Hudec Ferenc akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, aki együttműködés és verseny, közös jövőnk, közös felelősségünk címmel tartott előadást arról, hogy a föld jövője bizony közös feladat. Most már nem is olyan régóta, 8 milliárdan vagyunk. Ebből kevés a tudós. A tudós társadalom hogyan tudja előmozdítani ezt a problémát? Mi az ő dolga abban, hogy megmentse a közös jövőnket? Az a dolga, hogy egyrészt úgy beszéljen, úgy fogalmazzon, hogy azt megértse egy olyan ember, akinek a műveltsége még nem olyan szintű, mint egy egyetemet végzettnek. Tehát tudnunk kell általános iskolások szintjén megmondani, hogy miről van szó, aztán középiskolásoknak, tehát a hallgatóságra szabva kell tudnunk kommunikálnunk úgy, hogy nem hanyagolunk el semmiféle adatot, hanem a megfogalmazásban olyan példákat használunk, olyan eseményekre hívjuk fel a figyelmet, ami megmozgatja a hallgatóságnak a fogalmat, és utána felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ennek utána tudnak nézni. Tehát hiteles irodalmat, hiteles weboldalakat, és meg tudjuk mondani, hogy vigyázzat, vannak nem hitelesek is. Tehát én az egyetemi kurzusaimon kidolgoztam egy olyan metodikát, hogy kérek kérdésekre választ a hallgatóimtól pár napon belül az előadás után, és azt kérem tőlük, hogy a válaszok aljára idézzék fel, hogy honnan vették a választ. És akkor indirekt módon ők szembesülnek, hogy egy jövőjósnak a honlapjáról vettek valamit, vagy az amerikai MIT egyetemnek az adataiból. És akkor egyrészt saját magukon belül ez a konfliktus ez felmerül, másrészt amikor már megkapták a válaszokat, akkor elmondom nekik, hogy azért tettem fel ezeket a kérdéseket, hogy szembesüljenek azzal a ténnyel, hogy mennyi hamis válasz, és találják meg azt, amelyik megnyugtató, vagy legalábbis hiteles válasz ad a problémára. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben nyit a fiatal kutatók felé. 9 fiatal, 9 különböző szakterületről mutatta be munkásságát a fórumon. Levéltáros, biológus, fogorvos, mérnök, közgazdász, történész, biológus, a vizuális művész, nyelvész, itt csak soroljam a szakterületeket, amelyek képviselőként láthatjuk azt is, hogy ma mi érdekli a fiatalságot, mit kutatnak, hogyan látják a jövőt, és az ők kutatásukat is igyekszünk támogatni, oly módon is, hogy teret adunk, hogy itt kibontakozzanak. Azt hiszem, hogy ezt mindig kell egy motor, ami ezeket hajtsa, a fiatalokat bevonja, a tudományos munkára adod a fejed, az nem egy jó fizetett állás, viszont ha ezt hittel, meggyőződéssel végzed, akkor ott lesznek az eredmények, ami talán további bátorítást ad a fiataljainknak is, hogy merjék vállalni a tudományművelést és a tudományos kutatást. Ezt gondolom, hogy ez a fórum is erre ad egy kis lehetőséget és biztatást.